Pusztító erejű viharok söpörtek végig Délkelet-Ausztrália egyes részein a hét elején, köztük Queenslanden és Viktórián. A zivatarok és az erős szél több mint 1000 villanyvezetéket döntött ki Queensland egyes részein. 85 ezeren maradtak áram nélkül, legkevesebb 10-en meghaltak, köztük egy 9 éves kislány. Hétfőn 250 ezer villámcsapás volt, kedden további 150 ezer. Ezek itt most rendkívül intenzív viharok, mondta Queensland miniszterelnöke. A szél helyenként letépte a házak tetejét, és nagy öreg fákat döntött ki. Egyenlőre további zivatarokat jeleztek előre a térségben, de néhány napon belül várhatóan javulni fog a helyzet. A legutóbbi viharok több mint egy héttel azután érkeztek, hogy a Jasper ciklon nyomán Queensland egyes részeit elöntötte a víz. Volt olyan terület, ahol néhány nap alatt több mint egy évnyi eső esett. A viharokat megelőző hónapokban extrém hőhullámok és bozótt tüzek pusztítottak, egyebek mellett Új-Dél-Walesben. Mind az erdőtüzek, mind a ciklonok az El Niño számlájára írhatók.